Az 1,2 milliárd forintnyi összegből megvalósult beruházás keretében vízkormányzó rendszerek, csatornák, zsilipek és szivattyúházak is épültek a Berekben, melyek szerves egységet alkotnak a már meglévő védművekkel, így például ezzel a Tarpa határában lévő nagyberesztő zsiliprendszerrel is. A projekt keretein belül olyan tájgazdálkodási lehetőséget alakítottak ki a szakemberek, amely során a környezet állapota javul, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé váltak. Egy nagyon fontos projektet fejeztünk be, ennek a célja a területen a víz megtartása, tehát a területre lehulló csapadékból, olvadásból származó vizek minél nagyobb arányú megtartása a helyszínen, a vizek pótlása és ezeknek a vizeknek a megfelelő szétosztása a beregi területen, olyan módon, hogy a nagyon értékes természeti értékeket is tápláljuk vízzel, lehetőség van a gazdálkodóknak majd később ebből a vízből egyéb célokra is felhasználni, akár öntözésre is, öntöző célokat is szolgál. Vízkivételt építettünk a Tiszánál két helyszínen, tehát ez azt jelenti, hogy szivattyúval, szállítható szivattyúk telepítésével tudunk a beregi területekre éltető tiszavizet juttatni. Megépítettünk 25 műtárgyat, ezeknek a célja a víz megtartása, szabályozása, szétosztása a területen. 75 műtárgyat felújítottuk, alkalmassá tettük arra, hogy ezeket a vizeket tudjuk vele szabályozni, és hát természetes, hogy a távjelző rendszert is fejlesztettük, hogy ezt a vízszétosztást megfelelő módon tudjuk irányítani a korszerű informatikai eszközök felhasználásával. A projekt záró rendezvényén az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, a beruházás több célú használatot teremt a területen élők, valamint a környezet számára egyaránt. Ez egy nagyon komplex beruházás. Úgy gondoltuk, hogy a beregi tározóban meglévő lehetőséget ki kell használni, tovább kell fejleszteni. Ezek a maga a vízkészlet, ami a Tiszából rendelkezésre lehetővé teszi azt, hogy az öntözéshez, a természetvédelmi vízigényekhez vizet biztosítsunk és visszatartsuk, és egy több célú használatot teremt meg a terület számára. A projektben mintegy 20 település, 22 ezer lakosa és több mint 860 hektárnyi beregi terület érintett, amelyen optimális esetben megközelítőleg 7 millió köbméter vizet tudnak visszatartani a vízügyi szakemberek. Ezzel a száraz, aszályos időszakban segíteni tudják a gazdálkodókat, biztosítva a megfelelő mennyiségű öntözővizet, valamint a vízkormányzással elő tudják segíteni a természetvédelmi értékek megóvását is, amelyhez több száz műtárgy összehangolt működése segíti a vízügyi szakembereket. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos, hogy a beruházással az árvizes és az aszályos időszakok is jobban kezelhetők. A tájgazdálkodás azt jelenti, hogy a magas vízállás esetén milyen utómódon tudjuk megtartani, visszatartani a vizet, és nyilván, hogyha vissza tudjuk tartani, akkor az öntözés szempontjából nagyon fontos dolog, hiszen ez a vidék, ez kiemelten aszályos terület, annak ellenére, hogy a felső Tisza vidékről mindenkinek az árvizek jutnak az eszébe. Én úgy szoktam fogalmazni, és nem csak én, nem sokan, hogy gyakorlatilag azt az életteret kell egy kicsit visszaadni a folyónak, ami a Tisza szabályozás előtt volt, itt a beregi rész, ahogy előadásokban is láthattuk, ez egy kifejezetten mocsaras, vízzel borított terület volt, amihez hozzányúltunk annak idején, hozzányúlt az ember annak idején, és ez a tájgazdálkodás pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk ezeket újból visszaadni a természetnek is, és természeten keresztül pedig az embereknek. A beruházás 2017. februárjában kezdődött, mára pedig teljes egészében elkészültek a vízvisszatartó rendszerek. A munkálatok keretében összesen 26 új műtárgyat építettek, és 73 már meglévőt újítottak fel. Így a beregi térségben mintegy 200 kilométernyi csatornahálózat és több mint 200 műtárgy segíti a vízgazdálkodást árvizes és aszályos időszakokban egyaránt.